A 350 diákot számláló tanintézmény objektumán a mintegy 60 régi fémablak helyett új PVC ablakokat építenek be, és 7 ajtót is kicserélnek. A munkálatok költségeihez az önkormányzat is hozzájárul. Az akció elsődleges célja az energiatakarékosság, hiszen a régi nyílászárók már nem szigeteltek kellőképp. A negyedikes Szakács Tibor mehatronikát tanul. Azt mondja, igaz, hogy ő idén érettségizik, azonban a fiatalabb diákok miatt örül az újításnak. A régi ablakok elég húzatosak voltak, úgyhogy sűrűn volt megfázás az utóbbi 4 év alatt, és örülünk azért, hogy új ablakok lesznek. Legalább az új diákoknak nem kell a húzatban ülniük. Tibor, nem csukódtak kellő módon ezek az ablakok? Nem lehetett őket becsukódni? Csukódtak rendesen, csak voltak hézakok, ahol ugye a hideg bejött. Télen. Különösen azok a diákok érezték meg, akik az ablak közvetlen közelében lévő padban ül. Igen, főleg, hogy a radiátorok is ezen az oldalon vannak, úgyhogy nem nagyon érződött a meleg, mert erről a meleg jött a hideg is. Esztétikai szempontból mit jelent ez majd az épületnek, a tanintézménynek? Ugye az iskola imázsán is javít, kinézetén, új ablakokkal felszerelve, meg hát ugye legfontosabb az energiatakarékosság szempontjából is fontos, ugye a fűtés végén. Meg hát diákok egészsége szempontjából is elég fontos. Téli kabátban ültetek, emiatt az órákon. Volt olyan eset is, igen. Ez a jövőben nem fog előfordulni, hiszen a törökbecsei középiskola épülete új ablakokkal gazdagszik, ugyanakkor az udvar felőli ajtókat is kicserélik. Majd ezek milyen állapotban vannak? Hát az ajtók eddig még elég jó állapotban voltak, leszámítva, hogy a főbejárati ajtó az iskolával egyidős, hát fölül 100 éves. Arról nincs tudomásom, hogy lenne egy cserélve, de ezek az ajtók elég rossz állapotban voltak. Jobb azt is kicserélni, szerintem. Ezek fából vannak ezek az ajtók, is megkopott a festék? Hát van, ami fából van, de a legtöbb fémből van, úgyhogy a fém is idővel tönkre megy. Új ruhát ölt majd a törökbecsei középiskola. Ideje volt már. Almási Imre a tanintézmény műszaki tanáraként 25 éve tartja a gyakorlati órákat. A műhelyben az elmúlt negyed évszázadban sohasem volt kellemes a hőmérséklet, azonban azt is megjegyezte, hogy a gyakorlati tanórákon mindez egy okból kifolyólag elviselhető volt. Annyival jobb volt, hogy ezek a gyerekek többet dolgoztak, mint amit ültek a padokban, és akkor annyira nem is vették észre, hogy hideg van ebben a tanteremben. Másképpen valószínű, hogy problémáink lettek volna, nem tűrtek volna 4-5 órát, amennyi van nekik praxájuk, hogy egy helyben üljenek. Azonban a jövőben mégis jobb lesz, hogyha kicserélődnek az ablak. Jobb lesz annyival, és jobb lesz, hogy fönn se lehetett kinyitni, nem lehet szellőztetni. Szóval egyszerűen, ha akarunk szellőztetni, akkor ki kell nyitni a szárnyakat, de azután nehéz fűkő emelni valamivel. Csak az üveg tartsa. Szerencsére 5 mm-es üveg van benne, és akkor egészen stabil. Az akció terv dokumentációja 2 évvel ezelőtt készült el, melynek kidolgozását úgyszintén az illetékes titkárság támogatta, jegyezte meg Anita Bojić Perkin, iskolaigazgató. Već duži niz godina imamo problem sa stolarijom, sa energetskom efikasnošću. Több éve nem tudjuk felfűteni a tanintézményünket, hiszen a régi fémablakok nem csukódnak kellőképp, ami több problémát okozott. A nyílászárók cseréjének projektjét 2 évvel ezelőtt indítványoztuk, és idén mindannyiunk örömére erre sor kerül. A 60 ablak mellett 7 ajtót is kicseréltetünk, úgy az energiatakarékosság, mint az egészségesebb környezet biztosításának céljából. Amint egy 100 éves bejárati faajtó helyére nem kerül másik, mivel az műemlékvédelem alatt áll. A törvényes előírásoknak megfelelően a munkálatokra hamarosan közbeszerzést írunk ki, majd pedig ezt követően a tervek szerint az újítást a nyári szünetben kezdjük meg, melyet az új tanév kezdetéig be is fejezünk. A törökbecsei középiskola nyílászáróinak cseréjére összesen 4 millió 800 ezer dinárt költenek, ebből 4 millió 200 ezeret a tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárság, míg 600 ezer dinárt az önkormányzat biztosít.